Sziasztok! A mai webizódban azt mutatom meg nektek, hogy hogy tudjátok lefogni ukulelén a C, az a és az F akkordot. Nem. Ehelyett inkább elmesélem, hogy hogy készül egy természettudományos ismeretterjesztő film fordítása, hogy aztán nézőként a hajatokat téphessétek a bődületes baromságokon. Szódium klorid, komolyan? Hát te hülye vagy, nem tanultál kémiát? Úristen, ez mekkora gyökér, szilikonvölgynek fordította a szilikonvelit, ráadásul hallottam, hogy kötőjel nélkül mondta. De most komolyan, minek megy fordítónak az olyan, aki annyit nem tud lefordítani, hogy Jet Propulsion Lab, vagy National Ignition Facility. És most nem a fordítókat fogom védeni. Egészen biztos, hogy a legjobb igyekezetem ellenére én is fordítottam már félre dolgokat. Egyszer például nekem is kicsúszott a számon az, hogy... Silicon völgy. Ezt tudom, hogy égő, pedig becsó tudom, hogy mi a különbség a Silicon, a silicone és a Silicon között. Amit én ezután kaptam, te jó ég! Persze teljesen jogos, és az is szerencse, hogy legalább kötőjellel mondtam. Én elég sokat fordítottam és lektoráltam ismeretterjesztő filmeket különböző produkciós cégeknek, a folyamat mindenütt nagyjából hasonló. Tételezzük fel, hogy van egy zsiráfokról szóló film. Svédül. A produkciós cég keres valakit, aki tud svédül, ért a zsiráfokhoz, és jól tud fordítani. Nem, attól, hogy beszélsz két nyelvet, még nem jelenti azt, hogy jó fordító vagy. Találnak egy kiváló zoológus szakfordítót svéd-magyar nyelvpárral, nevezzük őt mondjuk Eriknek. Erik ezután négy dolgot kap. Egy. Megkapja az eredeti filmet időbélyegzővel, remélhetőleg olyan formátumban, amit le is tud játszani, anélkül, hogy órákat töltene a megfelelő kodek keresésével és telepítésével. 2. Szerencsés esetben kap hozzá egy scriptet, vagy egy szövegkönyvet, ideális esetben a filmhez tartozót. Nem, nem arról van szó, hogy totál másról szólna, de a film különböző piacokra szánt változata eltérő lehet. Kimaradhat vagy bekerülhet egy-egy jelenet, meg ilyenek. És igen, az is gyakori, hogy aki leszkriptelten nem értett a témához, és valami hasonló hangzású, de persze tök más jelentésű kifejezés pötyögött le. Persze a történethez tartozik, hogy a külföldi cég által biztosított szövegkönyv a lehető legritkább esetben készül olyan formátumban, amiben aztán Eriknek le kell adni a munkát, hogy a szinkronrendező dolgozni tudjon vele, tehát jó sokat el fog pöcsölni a szerkesztéssel. 3. Kap egy határidőt az tök mindegy, hogy ez mikorra szól, biztos, hogy rövid lesz. 4. A fordításért járó horribilis összeget. Mármint nem a fordítás elkészültekor, hanem a fordítás elkészülte utáni egy hónapban megkapott teljesítményigazolás követően kiállított számla készhezvételitől számított 30 napon belül... Szól, hogy még mindig nem jött meg a pénz, és végül, amikor már a zsiráfokat is elfelejtette, egyszer csak megjelenik majd a számláján. Oké, okay, én szerencsés voltam, mert akikkel eddig dolgoztam, még mindig időben utaltak, de azért vannak <coughs> iparági plegykák, amiknek persze soha nem ülünk fel, soha. Látszólag minden ideális, viszont az elég ritkán fordul elő, hogy a zsiráfokról szóló film tényleg csak a zsiráfokról szóljon. Például az eredeti filmben szereplő svéd Dávid Attenború elmeséli, hogy hogyan jutott a helyszínre repülővel. Itt aztán bevágnak mondjuk egy rövid interjút a pilótával, aki rengeteg szakzsargont használ. Vagy például szerepel egy olyan jelenet, ahol egy szavannai törzs tagjai beszélnek a zsiráfokról az eredeti törzsi nyelvükön. Ez persze kimarad a scriptből, helyette a filmen van egy felirat. Katalánul. Meg ilyenek. Eriknek persze nincs sok fogalma sem a repülés szakkifejezéseiről, sem pedig a katalán nyelv szépségeiről, úgyhogy elkezd utána járni, kutakodni, konzultálni, és persze a haját tépni, mert olykor órák mennek el egyetlen kétperces jelenet tisztázására. A fizetés pedig általában percenként történik. És most jöjjön egy kis kulisszatitok. Én például imádok természetfilmeket fordítani, tudjátok azokat az igazi klasszikus állatos izéket. Mert lehet, hogy tényleg sok idő elmegy azzal, hogy utána járok, hogy tényleg háromöves statunak hívják-e magyarul a three-banded armadillót, de aztán jönnek az ilyen jelenetek. Ez itt a medve. Ás. Szóval, miután Erik mindennek utána járt, lefordította a filmet, és olyan formátumba hozta, amilyenben a produkciós cég kéri, akkor megpróbálja ráolvasni a szövegkönyvet az eredetire, immár magyarul. Ez azért nagyon fontos, hogy a hangalámmondás ne nyúljon majd túl a kész magyar változaton. Ez egy nagyon fontos lépés, de újabb idő. Tehát egy zsiráfos film fordításával Erik iszonyat sok időt el fog tökölni, hogyha elég lelki ismeretes. Aztán pedig, ha a kapott pénzt visszaosztja a munkaórák számával, akkor joggal gondolkodik el azon, hogy miért nem ment el inkább a Tesco-ba árufeltöltőnek, ahol az órabére akár kétszer-háromszor ekkora is lehetne. És meg csak nem is kellett előtte éveken át tanulni állattant, nyelveket és fordítástechnikát. Mondjuk azért, mert nagyon lelkes és elhivatott, hogy terjedjen a magyar zsiráftani szaknyelv is. Viszont valószínűleg nincs annyi magyarra fordítandó svéd zsiráfos film, amiből Erik meg tudna élni. Így vagy más témákat is kénytelen elvállalni, vagy más munka mellett fordít. És az is látható, hogy ahogy futószalagon jönnek a tévés tartalmak, az árak pedig mennek lefelé, lehetetlen minden egyes filmhez olyan fordítót találni, aki minden szükséges készség és szakismeret birtokában van. Ilyenkor az ismeretterjesztő csatornák odaadják a munkát egy fordítónak. Ideális esetben egy jó fordítónak, aztán pedig a kész fordítást valakivel lektorálhatják, aki szakmailag ért hozzá, de még így is becsúszhatnak hibák. Hát nagyjából ennyi. Na no, akkor ennek a viszonylatában értelmezzük azt, hogy milyen az, amikor egy Z-kategóriás vígjáték sorozatban jönnek az esetlegesen becsúszó tudományos szakkifejezések félrefordításai. Kíváncsi vagyok, hogy nektek eddig mi volt a kedvenc tudományos félrefordításotok. Persze olyat is megosztattok, amiben ti magatok futottatok bele. A legjobb kommenteket egy-egy ponttal fogom jutalmazni. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és osszátok meg. Ha pedig várjátok a következőt, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!